is ott leszünk a Dunapart étteremben. Anus, akkor ma este, ha ráérne. Képzelje, ma este véletlenül ráérek. Viszontlátásra. Akar ma este velem vacsorázni? Mondd meg nyíltan, miért haragszol rá, drágám, nélküled oly üres a szoba. Drágám, nem értlek, nem hívsz fel telefonon sem. Nem értlek, miért vagy oly szívtelen velem. Mondd meg nyíltan, ha más szeretsz már, drágám, és nem hívlak többé, bárhogy fáj, drágám, de hogyha csalódnál talán, drágám, visszajöhetsz mindig én hozzám. A papa milyen dühös. Úgy, szóval Val is itt van. Tehát azért kellett most nekünk ide jönni. Ide tessék! Nézd, Árpád és Mimi. Hát ezek hogy kerülnek ide? Már értem. Szóval velem akarja Mimikét féltékenyé tenni. Nyíltan még haragszol rám, drágám, nélküled oly üres a szoba. Drágám, nem értlek, nem hívsz fel telefonon sem. Nem értlek, miért vagy oly. Úgy kell tennünk, mintha észre se vettük volna őket. Egy üveg pezsgőt hozott jön. Mondd meg nyíltan, ha más szeretsz már. Mosolyog jön rám szerelmesen. Bízza rám, Árpád bácsi. Csak sajnos az a buta Béla is itt van, és félek, hogy botrányt csinál. Miért csinál a botrányt? Amit látom, egy nagyon csinos nővel ül, és nagyon jól érzi magát. Csak úgy, a kirke fogom. Na, ne oda nézzen dühösen, hanem ide nézzen, és mosolyogjon. Most én nevessenek. Oda nézzen. Úgy mosolyognak egymásra, mint két galamb. Tudom, a galambok nem szoktak hogy állandóan ide néznek. Gyerünk, táncolj! Jó, menjünk szívesként. Táncolni mennek. Jöjjön, Árpád bácsi, menjünk mi is. Nem hívsz fel telefonon, nem értlek, miért vagy oly szívtelen velem. Mondd meg nyíltan, ha mást szeretsz már, drágám. És nem hívlak többé, bárhogy fáj, drágám, de hogyha csalódnál talán, drágám.
drágám, visszajöhetsz mindig én hozzám. Akkor hazamegyünk. Jó, de előbb még kellene valamit csinálni. Várjon csak, csókoljon meg. De mi kell? Nem vették észre. Csókoljon meg még egyszer. Nekem ebből elég volt, én nem bírom tovább nézni ezt a vén szamarat. Fizetni kérem. Jó.